sok diák találkozik iskolájában zaklatással, a legtöbben azonban nem mernek közbelépni, ha ilyet látnak félve attól, hogy őket is kipécézik társaik. Célpontán lényegében szinte bármi alapján kerülhetnek a fiatalok. Hogy milyen sokakat érint a probléma, azt a UNICEF néhány évvel ezelőtti felmérése bizonyítja, amely szerint a gyerekek felével történt már hasonló élmény, negyedük pedig rendszeres zaklatás áldozata. A probléma már az alsósok körében is jelen van, legyen ez akár csúfolódás, kiközösítés vagy nevetséges tevés, ami sok esetben az iskola falain túl online is folytatódik. A pedagógusok számára nehéz a jelek felismerése, mert jellemzően nem tanórán történik a zaklatás. Bár sokan nem szívesen beszélnek ezekről szüleik előtt, utóbbiak könnyebben felfigyelhetnek a problémára. Az egyik ilyen intőjel, hogyha a gyermek feltűnően keveset beszél arról, hogy hogy érzi magát az iskolában, és ott vele mi történik, illetve a másik nagyon fel, nagy felhívójel, hogyha nem szeret iskolába járni, és minden módot meg is ragad arra, hogy ne kelljen iskolába mennie. Ez akár odáig vezethet, hogy különböző pszichoszomatikus betegségek, hasfájás, fejfájás miatt valaki rengeteget hiányzik is az iskolából, mert ez egy számára egy úgy. Mond, menekülési út. A pandémia alatt ö, sok gyerek bizony fellélegzett, hogy nem kellett iskolába járni azok közül, akik ilyen ö, támadásoknak a célpontjai. Az ilyen esetek elszenvedői leginkább csendesebb, magányos, visszaúzódó gyerekek, akiknek kevés barátjuk van, vagy nincs is egyáltalán. Általában egyenlőtlen alárendelt viszonyban állnak zaklatóikkal, akik egyébként olyanok közül is kikerülhetnek, akik más környezetben például otthon maguk is áldozatok. Azért, hogy ne forduljanak elő a közelmúltban vaján történt tragédiához hasonló esetek, amely során egy 16 éves fiú követett el öngyilkosságot társai zaklatása miatt, a szülő több dolgot is tehet a probléma megoldása érdekében. Vegyek komolyan ezeket a jelzéseket, és ne csak legyintsen rá, és ne csak azzal intézzel, hogy ó, hát én is kibírtam, sokan kibírják, véd meg magad, mert nyilvánvalóan ezek olyan üres frázisok egy gyereknek, aki szenved, hogy ezzel nem tudnak hát, kezdeni. Ha tudná, akkor, ha magán, tudná, magán, akkor megvédte tuntja. volna magát már eddig is, tehát mindenképpen fontos segítséget kérni első körben az osztályban tanító pedagógusoktól, osztályfőnöktől, és hogyha már ennek tünetei vannak egy meg viselkedésében, akkor pedig pszichológustól, és hát legvégső esetben az iskolaváltás is szóba kerülhet. A 35 percnek nyilatkozó szakember szerint fontos a szülők és gyermekeik által közösen eltölthető minőségi idő is. Amikor szóba kerülhetnek ezek a problémák, egyáltalán kiderülhetnek az ilyen iskolai ügyek.